Let's start. Jó estét kívánok, kedves nézők, a Fehérvár Televízió sportos kibeszélőjében a kezdőkörben köszöntöm Önöket. A múlt héten még csak meglengettük Demoklész kardját Szabics Imre fölött, hogy egy nagyon szép képzavarra kezdjem a mai adást. Aztán a kard le is csapott immár tőlünk függetlenül, de azért ezt a fejleményt és mindazt, ami azután történt is megbeszéljük a mai adásban. Itt van velünk klasszikus belső hármasunk, Kajzer Tamás, Partas Szilárd kollégám, illetve visszatérőként ismét Harod László. Köszöntöm a stúdióban, nagyon örülök, hogy ismét emeled az adás fényét, Laci. Rivalda fényt, igen. Az jutott eszembe, hogy addig, tehát annyit, olyan régóta lengettük már a Demoklész kardját, hogy nekem belefájdult mindkét kezemmel, gyakorlatilag hónapok óta temettük szegény Szabics Imrét. Nekem az jutott eszembe, hogy a Demoklész kardját ezzel kell lengetni, mert az ugye ott leng valaki fölött, és ezért mondtam, hogy hát méretes képzavarral kezdtük. De hát mindenki tudja, hogy mi történt. Végül is múlt héten ugye még csak találgattuk, hogy az újabb vereséget túléli a Szabics Imre. Aztán nagyjából az adásunk másnapján kiderült, hogy nem okozott, azt hiszem, nagy meglepetés senkinek. De ezzel együtt egy kicsit, mielőtt arról beszélnénk, hogy aztán ki lett az új edző, és mi történt itt a hétvégén, ezt az edzőváltást is még olyan értelemben tárgyaljuk ki, hogy titeket bármilyen módon meglepette ennek a... Hát nem feltétlenül az, hogy megtörtént, mert ezt már tényleg sokszor megbeszéltük. Nekem egy kicsit az volt meglepő, hogy tényleg totális szakmai stáblefejezés történt, és hogy aztán mennyire kényszerpálya ez ilyenkor. Ugye egy szezon végéig szóló szerződést kötöttek az utódjával, tehát ez egész azt üzenné, hogy azért ha nem lett volna nagyon muszáj, akkor nem biztos, hogy Sallói István ebben a szezonban feltétlenül gondolkozott volna az edzőváltásban. Hát több párhuzamot is vélek felfedezni a videóton, és Mohamed a Manchester United között. Már megérkeztünk, mert 2 perc 30 másodperc telt el az adásból, és ott vagyunk Manchesterben. Hát hiszen ott is ugye hónapok óta mindenki követelte már Solskjær leváltását, és ott is egy ilyen részmegoldás jött ugye Rági személyében. Nem azért személyében. Történik, mert követelik, de nyilván azért követelik, mert hogy olyan a csapat. Én értem, persze, csak hát ott is, és itt is azért ez már... Egy ideje azt gondolom, hogy érett, de tényleg komolyra fordítva a szó, tehát itt nem nagyon volt szerintem kérdés. Én nem vagyok benne biztos egyébként, hogy mondjuk Mihály Boris ne lenne mondjuk adott esetben hosszú távú megoldás, bár a pedigréje alapján ez az alapvetően nem predestinál, de hát ugye Paulo Sousa sem úgy jött ide, hogy már előtte irányította akár a Fiorentinát, akár a lengyel vagy a brazil válogatottat. Hát ugye azért angol bajnoki tapasztalat akkor már meg volt, meg hát ugye eleve egy nagy névnek számít a futball világában. Ja, csak azt mondom, de azért nem, tehát nem az a szint pedigré tekintve, mint mondjuk Pintér Attila. Ez is igaz. Jó, de rögtön világnagyságokkal kezdesz. Nehéz. Innit hova megyünk tovább, ugye? Tehát, hogy hát igen, valójában tényleg az a kérdés, mert csak tényleg tudatosan most erre a pár hónapra igazoltak új edzőt, akkor nem tudom, tehát a magyar kupát szerintem meg lehetett volna nyerni ugye az állandó beugróval, ugye Szalai Tomival, tehát hogy ez nekem egy kérdés, hogy ez valóban nincs, csak... Az, hogy nincs olyan állandó beugró, mint annak idején Szurgent Lajos volt a Honvédnál, meg Ilovszky Rudolf a Vasasnál, gyakorlatilag már nyugdíjból visszahívogatták őket néha, hogy megmentsék az aktuális kieséstől fenyegetett csapatot. Laci, a múlt héten egy másik László, ugye Juhász Laci ült a helyeden, és akkor beszélgettünk nyilván egy tudod kicsit... Tudod helyettesíteni? Nem, de mindent megpróbált. Nincs az az ember. és ő egy kicsit így a szurkolói csoportot belülről ismerve is mondta el a véleményét. Te viszont kívülről, és már egy ideje, ugye beszéltünk veled is erről, de most a legutóbbi adásokban nem voltál itt. Gondolom, te sem lepődtél meg az, hogy ez végül bekövetkezett, vagy esetleg korábbra vártad volna, hogy Szabicsot elküldik? Én az Újpest elleni Megyeri úti vereség, ahol a Vidi 80 percet játszott emberelőnyben, az akkoriban valóban tök utolsó, most sem sokkal jobban az Újpest,
hogy nem nagyon lépte át a csapat a felező vonalat, akkor én úgy gondoltam, hogy másnap bekövetkezik, aztán nem következett be. Később gondoltam, az őszi szezon végén be fog következni, de aztán nyert kettőt a Vidi, kicsit elodázta ezt a dolgot, de itt most már menthetetlen volt ez a helyzet. Túl azon, hogy nem derülhetett ki, hogy alkalmas vagy sem, nagyon nehéz dolga lesz Szabi Csimrének innentől kezdve újra felépítenie magát, úgy gondolom. Én vártam már korábbra, tehát itt most már biztosra vettem. Fönn voltam a Kispesten azon a mérkőzésen, és érdekes volt, a meccs szünetében Mátyus János odajött hozzám, hogy ma szomorúan mentek haza, mert nem szereztek pontot. Nem sokkal később vezetéshez jutott a Videóton, majd utána nem sokkal később történt ez a három gól, és akkor a közhangulaton már érzékeltem. Nem találkoztam vezetőkkel a meccs után, a meccs előtt igen, én biztosra vettem, hogy ez a lépés most ma óhatatlanul eljött. De hogyha azt mondod, hogy Mátyussal találkoztál, nyilván azért, mert a VIP-ban voltál, vagy fontos emberek között, ami vagy ő nekik megadatott, hogy veled találkozzanak. De hogy a futball közegben is nyilván van egy ilyen fajta, vagy volt egy ilyen fajta vélekedés és várakozás, a magyar edzők is biztos, hogy azért beszélték ezt. Hogy mennyire lehet vajon elparentálni most Szabicsot, nem csak abban az értelemben, amit te utalsz, hogy edzőként ez a karrierindítás, ez lehet, hogy rögtön földbe is állította, de hogy valójában az ő képességeiről árulkodott-e az, amit történt ennél a csapatnál, vagy annak is része van benne, amit szintén sokszor beszéltünk, hogy ez a keret nem lenne eléggé motivált, vagy nem lenne kellően... De ne, ez figyelj, én szerintem, és következő hónapokban én merem állítani, ez ki fog derülni, hogy ez a csapat Borisszal sem lesz jobb, meg senkivel sem lenne jobb, mert ez a keret összetételét nézve is, és szerintem bizonyos tekintetben egyéni képességeket nézve is, ez egy ilyen negyedik, hetedik helyezett csapat az NBA-ben. Én nem tartom ezt egy jó, tehát ennél voltak sokkal jobb Videótonok az elmúlt 10 évben, és tényleg csak arra 10 évről beszélek, amióta itt vagyok len. Tehát itt évek óta, vagy legalább másfél éve mondjuk azt, hogy hiányzik középről valaki, aki begyűjti a labdát, és lát a pályán, és előre passzol, és jó indításai vannak, és őt keresik, és fazont szab, és hogyha kell, akkor tényleg átharapja az ellenfél, vagy a játékvezető. Tehát egy vezér hiányzik alapvetően ebből a csapatból, és tényleg akkor még nem mentünk bele abba, hogy alapvetően itt tényleg mondjuk azt gondolom, hogy Fiolát leszámítva, nincs igazán jó kiemelkedő futballista, vagy Petriák még talán. Tehát ki az, akit elnézné mondjuk a Fradiban ezek közül a játékosok közül? Senki. Zero. Hát amennyi jót mi a Fradinak kívánunk, én bárki szívesen elnéznék közülük. Nem, én nem feltétlenül értek ezzel együtt, mert itt azért vannak már szerintem magyar szinten bizonyított játékosok. Ha az alapképességeket nézzük a problémát, én is abban látom, amire Sarló István is célzott, mikor itt volt, hogy az a fajta részben jó lakottság, részben talán a nyerő mentalitás megkopása, ez sokkal fontosabb, mint az, hogy egyébként milyen képességű labdarúgók, mert például Négó vagy Stopira nem lett rosszabb játékos szerintem az elmúlt években, csak nem érzett azt az élességet, azt a harcosságot rajtuk. Az újabb igazolások közül szerintem a két új ukránt azért még ne ítéljük meg, ők azért lehetnek jó játékosok, erősítések. Tényleg az lesz a kérdés, hogy az egészet rendszerbe rakni sikerül-e valakinek, és hogy ki lesz az a valaki, akit mondjuk Sarlói kiszemel erre a pozícióra. És sok új játékos kell a nyáron. Ebben én egészen biztos vagyok, mert ha csak a mentalitás, ha csak azt mondjuk, hogy elfogadom, amit mondasz, és egyébként zárójelben annyira nem, de hogy elfogadjuk azt, hogy alapképességekben jó ez a csapat, csak mentalitását tekintve, akkor is kell új játékost hozni, aki mentálisan elkezdi fölfele húzni ezeket a játékosokat, és Keránkodró például nagyon jó játékos, de nyilván ő itt most önmagát akarja egy picit fölépíteni, mert gondolom, hogy ha Spanyolországba ide kölcsön adták, akkor inkább játszana a La Ligában, mint itt, és mások az egyéni célok, akár belül is, bármennyire is profi valaki. Tehát szerintem ez mind sok összetevős probléma, és komoly fába vágta a fejszét Sallói, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz, de az biztos, hogy ide játékosokat is kell hozni, és nem biztos, hogy itt a Szabics volt a legnagyobb probléma. Most megint az van, hogy ott vagyunk szerintem, ahol a part szakad. Ugye van egy új edző, aki egy jelehetetlen helyzetbe vette át a csapatot. Mint Manchesterben, de igen. Ott is ugye következett a felfelé velőek, most meglátjuk, hogy itt mi lesz. De az, hogy most, és akkor gondolom lassan azért rá akarunk térni az Újpest elleni mérkőzésre is. De az, hogy megint kikapott a csapat, hát nyilvánvaló volt Boris nyilatkozata egy kicsit előre szaladva a mérkőzés után, hogy hát nagyon nehéz helyzetbe vette át a Vidit. Hát ezt ő is tudta egy kicsit, én kényszer megoldásnak érzem, nem is egy kicsit, hiszen nemrég még a vezetőség azt mondta,
hogy Szabi csak akkor lesz majd Veresztvar, nem lesz meg a negyedik hely, illetve a kupagyőzelem. Hamar változott a, nem is tudom, a közvélemény, vagy akár a saját. Inkább úgy néz ki, hogy a negyedik hely is komoly kihívás. Igen, az, hogy mégiscsak váltani kell, tehát ez már nézhetetlen volt. Én ugye a múltkor azt mondtam, hogy a meccs utáni nem helyén való nyilatkozatok és az eredménytelenség jó voltából a Vidi az NB1 bohóca. Hát ezzel a teljesítménnyel most egy kicsit az NB1 szégyene? Erős kifejezés? Hát, vagy maradva a bohóc hasonlata, és sokan mondják, főleg az irodalomban ennek hagyomány, hogy a bohóc, aki mindenki nevet, valójában egy szomorú ember, és hogy ez egy nagy tragédia is a bohóc szerepe, és hát most eszembe jut Nikolić Nemanja, véletlenül sem őt bohócként apostrofálva, de annak a tragédiája, amikor valaki tényleg eléggé megviselt egy ilyen kudarc miatt, az ugye látszott ebben a nyilatkozatban. Tegyük hozzá, és erről egyébként akartam is külön témaként beszélni, hogy ugye új társ gólkirálya van egyelőre a Videoton történelmének, és tényleg függetlenül teljesen attól, hogy jelen pillanatban milyen a szezon, és hogy Nikó amúgy mennyit tesz hozzá, azért azt emeljük ki, hogy Szabó Józsefet, aki a klubnak valódi legendája, utolérte a góllövő listán. Egy kicsit azért fáj a szívem egyébként, hogy most, és hogy egy olyan Nikolić, aki annyit már nem tud segíteni ennek a csapatnak, mint egy 5-6-8-10 évvel ezelőtti Nikolić, mert ha most lenne olyan csatárunk, ezt mondta a múltkor, egy André Alvesed van, most meg egy Nikolićod, és mondjuk ugyanezeket a helyzeteket megcsinálják nekik, akkor ebből a 4 gyufából minimum 2 nincsen, mert van, aki berúgja a helyzetet most, mintha ez nem lenne. De Nikót ezzel együtt azt gondolom, hogy igazán megérdemli, hogy pozitívan szóljunk most, hogy ilyen szép nagy rekordot állított be. Hát ő egy nagyon érzelmes emberke, ugye én amikor ott voltam, egy kicsit jobban megismertem, mint talán egy átlag ember. Sokat beszélgettünk vele, ugye már hivatásból adódóan is, de magánemberként is nagyon jól lehetett vele beszélgetni, és ő nagyon, nagyon érzelemdús, érzelemgazdag emlék, emocionálisan egy kicsit érzékeny. És nem, tehát sokan írták, hogy ez műsírás volt, meg stb. Szerintem egyáltalán nem. Ő nagyon szerencsétlenül jött ki ez, ahogy említetted is, ez a csúcs beállítás gyakorlatilag, de ő szégyelte magát borzasztóan. Én inkább azt érzem, hogy ő az egész csapat, az egész Fidi közösség helyett. Az egyetlen dolog, aminek magát tudok örülni ennek a mesternek a kapcsán egyébként, hogy van még ilyen. Tehát azt legalább tudom, hogy Nikolić, és őszintén remélem, hogy van más játékos is, akit megvisel ez a dolog. Fiolán is látszott. A Fiola volt az első, aki kiment a szurkolókhoz, amikor gyakorlatilag érkezett a jelzése lelátóra, hogy innét most nem befele az öltözőbe kell menni, meg a mix zónát kikerülni, meg mit tudom én is elbújni otthon, hanem most igenis ide kell jönni. Egyébként szerintem ez nagyon, tehát ez benne van, ez kell, ez hozzátartozik. Ebben a helyzetben nyilván a szurkolónak el kell mondani a véleményét. Fiola volt a legközelebb ez a dologhoz, mert ő ment ki elsőnek, ő állt a legközelebb a szurkolókhoz. Én szerintem Fiolát is megérintette, és hát a végén pedig a szurkolók itt a sikertelenség ellenére nem vetették még le a mezt velük, hanem ugye a harcoljatok buzdítással, tapsal engedték útjára őket, miközben egyébként ilyen baromi fájó volt, hogy a túloldalon pedig úgy ünnepelte az Újpest ezt a győzelmet, mint hogyha bajnokok lettek volna. Hát lehet, hogy lesznek ők bajnokok majd következő szezon végén az NB2-ben, mert azért... Azt nem tudom, az jutott eszembe, hogy tavaly ugye azt hiszem 3 meccsen rugott meccsenként 5 gólt a Vidi az Újpestnek, és aztán a kupa döntőben kikapott. Most lehetne fordítva, ha az Újpest még a kupában versenyben lenne, milyen jó lenne, hogy jó, megvertek minket ugye azon az emlékezetes újpesti meccsen is, emberhátrányban most győztek itt is, de a kupa döntőben nyerjünk mi. Viszont ami a szurkolók reakcióját illeti, egyrészt beszéltünk róla, hogy az RBD nem feltétlenül ez a legvérmesebben számon kérő típusú csapat. Másrészt nekem az, hogy ők a játékosokat ugyan odahívják, van egy kis interakció, de a vége a buzdítás, azt is üzeni, hogy ők lehet, hogy azért másban látják eredendően itt a hibát Fehérváron, nem a pályán szaladgáló játékosokban feltétlenül. A Vidi igazából a meccsbe tartja az Újpestet ezzel az őszi vereséggel, meg ezzel a mostanival. A kupa döntő volt nekem azért nagyon fájó, mert tulajdonképpen a Szabics Imrére két dolog olvasható feltétlenül, hogy tavaly két dolgot kellett volna feltétlenül nyerni. Az egyik az Újpest elleni vereség a Puskás stadionban, ahol aztán megmagyarázta mindenki, hogy 9-en fejezték be a fehérváriak, hogy az első sárga véleményes volt,
a piros az már igen, de hogyha van egy sárgám, akkor a második becsúszó szerelés már nem követem el, amikor tudom, hogy vagy utolsó ember vagyok, vagy közvetlen akció indulhat. De nem volt az a kupadöntő amúgy se a vidéjét. Az nem volt az a, ott gyakorlatilag ugyanúgy nem volt meg a vidéjáték, ahol ahogy egy évvel korábban a mezőköves Kispest döntőn, az akkor bajnokságban szenzációsan szereplő mezőkövesnek szintén nem volt meg a játéka. Illetőleg az Ararat Jereván meccset is meg kellett volna nyernie Szabics Imrének, és ezt a két meccset ott az Öning szerintem taktikailag megvert a kupadöntőn. Az Ararat Jerevánon még nem is nagyon tudtam elképzelni, mit szeretne játszani a csapat. Tehát az most biztos, hogy én megint úgy gondolom, hogy ezt a szezont a kupagyőzelem mentheti meg. Tehát másban nem nagyon tudok gondolkodni, mert valóban hátrafele nem kell nézni, de annyira elment az élmezőny, a tényleges élmezőny, hogy nem nagyon tudom elképzelni, hogy ez a csapat csak folyamatosan nyer, és a riválisok csak botlanak, mert most már ez az kéne hozzá. Egyetlen gondolattal lezárva Szabicsot, illetve az ő itteni történetét, azért utólag nem érzitek-e azt, és én nem tudom, hogy mi volt az oka, de ugye azért ennek a hétvégi meccsnek pikantériája volt, hogy Kovács Zoltán már újpesti illetékesként tért vissza, és itt ugye Fehérváron sokan a szurkolók közül ő rá korábban haragudtak, meg okolták a sikertelenebb időszakért is, miközben azért bajnok is volt vele a Vidi. Szóval csak az jutott eszembe, hogy úgy kinevezni Szabics Imrét vezetőedzőnek, hogy hozzá hasonlóan két 0 kilométeres segítőt ültettek le a padra, és itt azért három emberek összesen nem volt egy NB1-es meccse vezetőedzőként. Most Szabics elviszi a balhét nyilván, elvitte Juhász és Torgella is, mert ővelük is szakítottak, de lehet, hogy ez egy egész Szabicsnak mindenképp egy egész pályafutása megkérdőjeleződik a továbbiakban, hogy nem lett volna észszerű annak idején oda tenni a stábba valakit, aki tényleg látott már magyar bajnokit belülről. Van ilyenre példa? Eleve szerintem egy videó után, egy MOL Fehérvár nem az a csapat, ahova 0 kilométeres edzőt hozol. És ez egyetlen egy esetben sülhetett volna el jól, hogyha gyakorlatilag néhány hónap alatt kiderül, hogy Szabics Imre... Hát az ő Nagelsmann mondjuk. Hogy egy zseni a Pali, ez nem derült ki, de ez nyilván minden esetben hordoz magával egy kockázatot. De szerintem ott abban a helyzetben engem nagyon meglepett, hogy Szabicsot nevezték én. Én akkor is azt mondtam, hogy azért ez... Na... És hogy 0 kilométeres edzőt hozni egy ilyen klubhoz, ahol ilyenek az elvárásokat, mert ha ez a Vidi, ez mondjuk a 20 évvel ezelőtti Vidi, és idehoztad a Szabicsot, azt mondom, hogy gyerekek, hát figyelj, ez egy, de az elmúlt 20 évben ez egy kirakat csapata lett, vagy kellene, hogy legyen az országnak, és nem hozol ide 0 kilométeres edzőt, hanem akkor idehozol valakit, és esetleg hozod mellé a Szabicsot. De nyilván ez az meg megint egy abszurdum, mert az osztrák válogatott beli másodedzői állásodat nem fogod otthagyni a MOL Fehérvár másodedzői állásáért. Szerintem ő biztosító kötél nélkül vállalt egy nagyon veszélyes kötéltáncot fenn a manés tetején, hogy maradjunk a cirkuszi hasonlatnál, és hát lezuhant, és nem volt alatta a védőháló, nem tudjuk, reméljük, hogy azért túléli. De ha már ezt mondtad, hogy ilyen csapat, ezzel én is egyetértek, hogy komoly célokért küzdő csapathoz nem lehet teljesen rutintalan edzőt kiremelni, azt azért felteszem, mert most nekem hirtelen utána gondolok, nem tudok mit mondani arra, hogy mondjuk az elmúlt 10, de legyen 20 évben hány olyan magyar edző volt, aki Magyarországon edzősködni kezdett, akár mondjuk egy futballista karrier után, és legalább hosszú távon azt mondhatjuk, hogy mondjuk egy magyar csapatot, vagy egy középcsapatot, hát hogy egy élcsapatot, azt aztán végképp nem tudom, de most rá lehet. Csertő Jaurél évek óta ott van, de ő már azért 20 éve legalább. Bogdár Gyuri most ugye a Pakssal, ő is azért nagyon régen. De kik azok a náluk fiatalabb edzők? Waltner. Most. Hát most jelen pillanatban lehet, hogy bent a Kuttor Attila nagyon jó kezdett, szerintem. Egy-egy szezonról beszélünk, mondjuk. Jó, az, hogy hosszú távon, Prebrov. Majd kiderül, nem tett Kuttor Attilának, Waltnernek, én bizalmat szavazok, csak azt mondom, hogy ők még egy kutyát is ugye azért már utána elküldték, most jelenleg másodosztályban dolgozik. Walter Robinak most az a dolga, hogy egy Zalaegerszegét bent tartson, Sallói maga mondta, hogy azért ez más kávéház, mint a MOL Fehérvárral nemzetközi kupa eredményt elérni. Ugye ott volt Feckó Tamás, aki sokan azt mondták, hogy ő tényleg egy új generációnak, egy új képzést kapott generációnak lehet az embere, azért ő se feltétlenül sikersztori volt, de hogy jönnek-e, vagy vannak-e egyáltalán ilyen edzők? Kondás ellenmér számít? Feckó Tamás régi érdekes vándási helyzet, mert betartotta a Balmazújvárost, és utána elment az kiesett MTK-hoz.
akiket visszavitt tizenvalahány pontos előnye, majd a hetedik helyről kirúgták. De ugyanezt történt meg egyébként a Vidi jelenlegi edzőjével, aki szintén a másodosztályból könnyedén felvitte az MTK-t. A hetedik helyről felállítottak, volt egy norvég kalandja, ami nagyon rövid ideig tartott, nem sült el jól, és itt a videóton egyébként én biztosra vettem, hogy Szalai Tamást kinevezik a nyárig. Tehát én úgy gondoltam, hiszen egy évvel ezelőtt még a Covid időszakban zárkapuk mögött, az a Fradi elleni kupameccs, ahol a Vidi bement aztán a négy közé, utána a négyből már a Szabics bevitte őket a döntőbe a Mezőkövesd ellenében, szoros meccsen, de ott a Vidi egy annyira szervezett játékot játszott Szalaival és Késedi Gáborral, aki taktikai elemző és videospecialista, de ő ült akkor a kispadon, és elképesztő jó taktikát dolgoztak, és azóta abban a meccsben nekem a Fradi teljes kerettel játszott, hogy Stopira öngólt fejjel. Stopira az ellenakciónál gólt fejjel, majd utána Vidi rúg még egy gólt, és nem sündisznózik, hanem nagyon okosan kontrázik, és nagyon meggyőző játékkal nyer. Utána döntőzik, hogy olyan Újpesterrel, aki tényleg 15-1-es gólarányjal agyonvágtak minden meccsen, ez volt nekem akkor a nagyon furcsa. És visszatérve még itt az edző kérdéshez, hogy egy Szabi Csimre helyében én akkor azt mondtam, hogy én is elvállaltam volna, hogy derüljön ki, hogy alkalmas vagy sem. Ma már nem vagyok benne biztos, el kellett volna vállalnia, de ő ismerte a saját személyiségét, illetőleg az edzői kvalitásait. És hogy egy edző elvállalja, Bódog Tamásnak mondtam, egy korábbi műsorban meséltem, amikor elvállalta a Diós Győrt, volt a Red Bull Lipcsénél, aztán volt a Bröndbinél pályaedző, és hívta a Diós Győr. És akkor Bacsa Patrik, Szarka Ákos, Makrai, ez volt a csatásor, és mondtam a Tominak, hogy ne vállald el, mert bele fogsz bukni. És azt mondta, hogy nem, ha nem próbálom meg, soha nem fog kiderülni, hogy alkalmas vagyok-e vezetőedzőnek. Nem hallgatott rád? Nem hallgatott rám, bejött neki, de akkor azt mondtam, azt akarod, hogy innentő bukik, akkor kész. Nincs mit magyarázatot. Laci megmondta, hogy nem vállalja el. De igaza lett, és tényleg igaza volt, azt mondta, hogy meg kell próbálnom. Bundesligában nem lesz ajánlatom, Magyarországról lehet. Felmerült a Vidótonnál is, de aztán akkor nem őt választották végül, de azt mondta, hogy meg kell próbálnom. És aztán végül is bejött, mert bent tartotta. Tehát aztán ő se dicsőség közben tárgyalt, vagy távozott Diós Györgyből. Diós György bent tartotta, utána a nyolcadik helyről felállították, bent tartotta a Kisvárdát, utolsó meccsen nem volt könnyű dolga, aztán a Kispesten köszönték meg néhány hónap után. Nyilván van itt gond azért a klub tulajdonosok értékrendjével, és erre akartam, hogy én célozni, kivel lehet még elégedetlen esetleg az RBD. Hát amiket Laci is mond, hogy egy, akár egy MTK-nál, akár egy Kisvárdánál, akár valahol van egy jó fél szezon, és utána hirtelen a hetedik helyről ki kell rúgni az edzőt. Tehát erre mondta Sallói, ugye, hogy tényleg nevetséges, hogy mennyi bizalom sincs nem csak Magyarországon általában sem, de Magyarországon különösen az edzők iránt. A gyilkos ugye ez a 12 csapatos tényleg bajnokság, ez egyértelműen mutatja, főleg az idei szezon, hogy zabálja az edzőket, főleg amikor ilyen kiegyenlítettek az erőviszonyok, mert egyébként nem gondolnám, hogy a Vidinél nyilván váltani kellett, ez szerintem nem kérdés, hiszen nem itt, de azért itt voltak tényleg olyan váltások, hogy ha válsz két meccset, nem biztos, hogy cserélsz, nem biztos, hogy olyan rossz a helyzet, csak éppen nem jön ki a lépés úgy, a többiek is szereznek pontot. Tehát most ilyen hétvégén a négy első helyezett csapat összesen gyűjtött 2 darab pontot. Tehát, hogy azért ez mutassatok még egy ilyen bajnokságot hát Európában. És nyilván pró és kontra is vannak érvek, mert például Carillo, aki ha azt gondolom, hogy Huszti Szabolcs és mondjuk Toldi Gábor, ott ugye azért volt Huszti mellett egy olyan edző, aki látott már legalább magyar bajnokit közelről, őnekik nem volt bizalmuk, ugyanakkor azért Carillo most nyert Fejér megyébe 2 meccset, de szintén egyelőre tényleg örülnek, hogyha bent marad a Debrecen. Tehát, hogy erre hát mondom, hogy kérvényezte is a Carillo, hogy a Debrecen mostantól Fejérben játszhassa a hazai meccseit is. Igen. Na jó, hát ezt a Vidi foci témát lezárhatjuk. Egyetlen kérdésem, még a Szilárd érdekel különösen a véleményed, mert olvasgattam a klub honlapját, és arra gondoltam, hogy na most nagyon nem lennék a kollégák helyében. Ugye a MOL Fehérvárok országosan elismert profi honlapja van, tényleg óriási energiát fordítanak minden értelemben arra, hogy profi legyen. De ha azt veszük, hogy ez egy vállalat, egy cég, amelynek nyilván a saját vállalatát, a saját termékét pozitívan kell kommunikálnia,
De most egy ilyen sorozatban, hogy mit őszülhetnek a kollégák azon, hogy mit hozzanak ki napról napra új hírt, ami egy kicsit a szurkolókat nem azt a reakciót váltja ki, hogy na jó van, akkor most csináljuk úgy, mintha minden oké lenne. Tehát utánpótlás csapataink jól szerepeltek a hétvégén, vagy nem, de nézzük meg, hogy kölcsönben szereplő játékosaink. Nem kritikából mondom, mert érthető, csak hogy ez milyen nehéz dolog lehet most kommunikálni a Vidinél. Hát igen, ilyenkor kell olyat írni, hogy gratulálunk a Hidrofehérvár Albi 19 hétvégi győzelméhez. Igen, emlékszem, abban a korszakban ott is volt egy-két úgymond rázós pillanat, és a backstage-ben mi ugyanúgy éltük meg, mint a játékosok az öltözőben, tehát ez a síri hangulat, papufa, elfehéredés, nagyon rossz volt, borzasztó, tehát ott ugye... Holnap szerkesztő értekezlet, hozdod kell tippet, pozitív legyen a hangulat. Hát ugye mi nem tudtunk pozitív hangulatot hozni, hát annyira árnyaltuk a tényeket, amennyire lehet, most ez nem titok nyilvánvalóan, de akkor is egy borzasztó temetői hangulat uralkodott az egész székházon, úgy mondjam. Borzasztó volt, tényleg nagyon rossz ilyenkor. Csak azt lehet kivárni, ugye backstage-ecsként, hogy tényleg jó útra lép a Vidi, és az edző megmutatja, hogy mit szeretne, a játékosok megmutatják, hogy mit tudnak. És egy kicsit még mondtad, hogy zárjuk le ezt a témát, de én ugye azt mondtam az előző műsorban, hogy és majd az lesz a habon a cseresznye, hogyha a Budu rúgja majd a gólt. És ez azért lehetett így egyébként, mert ugye Kovács Zoli hozta ide őt. Kovács Zolit őt nagyon szerette itt, tehát az egyik úgymond liblingje volt. És most oda csábította, megvan a bizalom, amit valahogy nincs meg. A játékosok talán nem érzik annyira, hogy bármennyire is meg lenne a csapat egység, a bizalom, nem is tudom, hogy melyik a jó szó erre, de ott megvolt, és Budu jól érzi magát, szerencsés, de gólt lőtt. Akkor egy érdekes helyzet, mindig milyen szerződést kötsz, hogy nem engedett pályára lépni, ez egy ilyen nagyon furcsa helyzet minden tekintetben, bármilyen sportágban, hogy kölcsön adod, mert ha megvették ott a dolog előtt, nem szabhatsz feltételket. Ilyenkor a kérdés az, hogy ha veszélyesnek érzed magadra a riválist, akkor azt mondod, biztosan nem játszik. Hát nem sem veszélyes. Vagy túl jó játékosnak érzed, akkor sem játszik, de hát egy is. De egyébként, ha már itt a háttér dolgokról beszélgettünk, hogy az a nagyon érdekes dolog, és aki látta ugye Netflixen a Sunderland Till I Die című sorozatot, ugye a Sunderland, amíg csak élek, ez a magyar címe, ugye nagyon, tényleg nagyon plasztikusan be tudták mutatni a doku sorozat készítői, hogy egyébként valójában milyen hatásra van egy klub életére a sikertelenség, ne adj Isten, egy lefele való klubváltás, hogy kim vannak a tényleg a... Osztályváltás. Vagy osztályváltás, igen. Bocsánat, kim vannak a játékosok a pályán, ők határoznak még nagyon-nagyon sok mindent egy klubon belül. Nyilván ők is kapják a legnagyobb fizetést, csak amikor ők mondjuk kiesnek, akkor a legjobbak még akkor is tudnak mondjuk akár osztályon belül ott maradni, de... akár egy ilyen kiesés, vagy az, hogy mondjuk a Molfehérvár majd nem játszik nemzetközi kupát, az majd milyen költségnyírbálásokat hoz magával, ugye lehet olyan dolgokat hallani, hogy nem biztos, hogy Garancsi ezt túl sokáig akar így ebben a formában vinni. Tehát, hogy itt azért embereknek az életével, az egzisztenciájával is megy úgymond a játék idézőjelesen, hiszen ebből a dokusorozatból is kiderült, Sunderland, oké, Championship az még teljesen egy vállalható dolog, de amikor kiestek a Ligvánba, akkor ott azért komoly költségnyírbálás volt az étteremből, tehát szakácsokat küldtek el, mert nyilván akkor már más az anyagi oldala, meg egyáltalán máshogy kell kiszolgálni az embereket. Ugye ez egy nagyon érdekes vetülete ennek, hogy ezt mennyire érzik át itt Fehérváron. Még annyit csak, hogy a kollégák, hogy ki mit értett, az elmúlt 32 év, amióta ezzel a dologgal foglalkozom, bármilyen sportág, csapat veszít, tudok is sétegényt vagy, na ezt írd meg, na most erről írjál jót. Tehát ez az a szurkolói szempont, erre gondoltam, hogy igen, ez nem egy egyszerű játék. Hát itt válságkommunikációt kell nyilván nekik folytatni, ami mindig egy bonyolult dolog. Gondolkoztam rajta, hogy beszéljünk-e, vagy van-e kedvetek egy kicsit a nemzetközi fociról is beszélni, mert van még azért olyan fehérvári téma is, amit szívesen... Nyertünk, hogy nem a Premier League-re gondoltam, hanem ugye az európai csúcsfutball is azért újra kezdte tavaszi menetelését. 4 mérkőzést játszottak a múlt héten a Bajnokok Ligájában, és 4 lesz majd holnap, illetve, bocsánat, adásnapot tekintve ma, illetve szerdán. Az hatetikóval játszik a United. De visszanézve egy kicsit a múlt heti meccsekre, ami nekem nagyon különleges ebben a szezonban, és majd kíváncsi vagyok, hogy mekkora változást hoz valójában, hogy ugye eltörölték az idegenben lőtt gól szabályát a nemzetközi kupában, ami azt jelenti, hogy nem tudok matematikai alapon jósolni, de valószínűség számítás szerint is valószínűleg meg sokszorozódik majd a hosszabbításos
visszavágók száma, hiszen mostantól nem akkor van csak hosszabbítás, ha ugyanaz az eredmény születik szó szerint a két meccsen, hanem hogyha a két csapat közül egyik vagy másik nyer ugyanolyan különbséggel, illetve mind a két meccsen döntetlen születik, ezekre pedig azért nem a Sporting City esetében, de mondjuk egy Paris Saint-Germain Real 1-0, egy Salzburg Bayern 1-1 után akár hangsúlyozottan is van lehetőség. Mennyire vagytok ti ezzel az idegenbelült gól szabály eltörlésével kibékülve? Nagyon sokat beszéltük a plusz terhekről, amiket a csapatokra raknak, megy számot, egyebet. Hát itt most azért várható, hogy fokozott igénybevétel és izgalom lesz nem kevés esetben. Hát én inkább a VAR törölni. Ja. én nem hiszem, hogy meg fog sokszorozódni. Inkább az lesz a kérdés majd, hogy adott szituációban, tehát egy más lesz majd a lélektan egy olyan helyzetnek, amikor mondjuk egy évvel ezelőtt még neked egál volt, ugye két meccs alapján, de idegen belült góllal jobban álltál, akkor mit csinálsz, és most, amikor már nem számít, és az egál, az tényleg egál, akkor váltasz-e. Szerintem ez egy... Szerintem a legnagyobb különbség egyébként az olyan extrém esetekben, mint amilyen most volt, egyébként pont közvetítettem a Dortmund Rangers meccset ugye az Európa Ligában, 4 gólt rúg idegenben a Rangers, és 2-vel nyer. Ez azért 4 idegen belült góllal, ők nyugodtan úgy fölmehetnének a visszavágóra a régi szabály szerint, hogy 3-mal kikaphatnak otthon. Kettővel simán kikaphatnak otthon, mert azért 4 gólt csak nem kapnak. Most azért egy Dortmund ellen azt mondani, hogy arra nem lehet rámenni, hogy megúszom egy gólos verességgel, vagy 2-nél majd. Én szerintem azért nem olyan nagy baj, hogy eltörölték ezt a szabályt, mert nincs olyan, tehát nem olyan hangsúlyos a hazai pálya, mint mondjuk kosárlabdában, ahol tényleg a gyűrű, a térérzékelésed, hogy a saját csarnokodban dobsz, tehát ezt ti jobban tudjátok, több kosárlabda meccset láttatok, mint én. Szerintem fociban pont azért, mert kevesebb a gól, és adott esetben egy idegenben szerzett egy darab gól, az ugye duplán számít, mondták ugye régen, és az mondjuk egy megpattanó, lecsorgó, öngól, vagy bármi, tehát hogy túl nagy hangsúlyt kapott egy idegenben szerzett találat, miközben lehet, hogy az volt az egyetlen találat mondjuk a párharcban. Én azt mondom, hogy ugye hát igazából a foci nem matek, ez sokkal reálisabb dolog szerintem, hogyha azt mondják, hogy eldől a meccs, illetve a két mérkőzés eldől a pályán, és nem kell számolgatni, hogy ki lőtte, melyik gól, tök mindegy, ezt a meccset kell megnyerni. Idegenben kicsit másabb játszani, hazai pálya előnye nyilván ott nem szerepel, de általában a BL döntőt se játszhatja a hazai pályán ugye az adott csapat, vagy az adott csapatok. Úgyhogy szerintem ez így sokkal... Igen, van kimutatás, hogy valójában azért szerintem csökkent az utóbbi években, hosszabb távon nézve biztos az, hogy mondjuk a hazai mérkőzések hány százalékát nyeri meg egy csapat, főleg európai csúcsszínvonalon, ez már nem akkora tényező talán. Én úgy gondolom, hogy először logikátlannak éreztem, aztán rájöttem, hogy igenis ez egy jó döntés, hiszen 1-0-ra nyer a hazai csapat otthon, elmegy idegenbe, az elején talál egy gólt, és visszaáll, és nem érdekli semmi, mert tudja, hogy 3-at kell kapnia. De ma már 1-0-ra vezet, 1-0-al jön, 2-t kaphat, és akkor még már megint nyitott a helyzet. Tehát amikor tényleg 1-0-ra nyersz otthon, szerencsével találsz még egyet, és ott valóban eldőlt a párharc. Sőt, itt 2 gólt reálisan lehet kapni. 2-t 1 perc alatt is lehet kapni, ahogy tegnap a United a Leeds ellen. Mindjárt beszéljünk a United-ről, ígérem már. Nagyon régen beszéltünk a Manchester-ről. Ezeket a meccseket a múlt hetiket nézve, ugye Paris Saint-Germain, Real Madrid 1-0, Sporting City 0-5, Inter Liverpool 0-2, Salzburg Bayern 1-1. Hát reálisan nézve itt mondjuk a 4-ből 2-nél azért azt gondolod, hogy nem nagyon maradt kérdés. Mit gondoltok, hogy kik lesznek innen a továbbjutók, és aztán majd mindjárt megnézzük, hogy a héten kik csatlakoznak hozzá. A Sporting? Hogy United szív megszólalt. Hát végülis az idegen belült gól nem számít, tehát 5-tel elég nyeri Manchesterben. A hosszabbítás. 11-esekben már jók lehet, jó lehet a Sporting. Én szerintem lesz meglepetés. Szerintem ez a Salzburg, ez ki tudja verni a Münchent. Ugye ott most nincs Neuer, aki azért hiába, hogy mondta, csak... De inkább a München gyengesége lenne az azért, nem? Tehát a Münchennek a gyengesége, de ez az Salzburg, ez tele van fiatal, tehetséges, ambíciózus játékosokkal. Tehát ez a Karim Adeyemi, aki a támadójuk, azt vinni a Dortmund,
gyakorlatilag Haaland helyére, és én nem vagyok benne biztos, hogy ugye sokan a következő Haalandnek is apostrofálják, bár bizonyos tekintetben azért más karakter, de hogy azért itt nagyon sok fiatal tehetséges játékos van, néhány középszerű rutinosabbal, akik másképp tudnak hozzátenni, szóval nyilván a Bayern gyengesége, egyébként, hogyha nem a Real, a City, a United szemben esik ki jelen pillanatban nagyjából, de azt gondolom, hogy ott ebben benne van vastagon a meglepetés, főleg, hogy ugye az első meccsen a hajrában kis szerencsével tudod csak egyenlíteni a Bayern München. A Bayern gyengeségét úgy értem, hogy pillanatnyi formán, mert mondjuk ősszel én például azt mondtam volna, hogy ezt a BL-t a Bayernnek kell nyernie. Tehát olyan szinten volt meggyőző a játékuk, az ellenfeleké meg nem feltétlenül, most azért ez módosult. A Barcelona és a Milán az, hogy jól vannak. Minden rendben. Európa Ligában. Laci, szerinted? Nem gondolnám, hogy a Red Bull Salzburg ki tudja ejteni a Bayern Münchent. Megnéztem a Bayernnek a fogadtok kis padját. Most és jövő héten? Megnézzük. Nem fogadok. Nem a héten játsszák a visszavágókat. De az biztos, hogy nem nagyon volt kis padja a Bayern Münchennek, hogy néztem a neveket, de visszajönnek a sérültek is. Én nem tudom elképzelni, hogy ezt a bajorok ne húznák be valahogy. Az más kérdés, hogy a játékunk nem volt meggyőző, de 70. percben olyan fölényben voltak, hogy ott várható volt, hogy én még két perccel a vége előtt az X után még azt hittem, hogy a győztes gólt is megszerzik. Tehát valóban én a szezon kezdéskor azt mondtam, hogy biztos, hogy megnyerik a BL-t, kicsit elbizonytalanodtam, de az biztos, hogy ezt a Salzburgot az erők meg fogják venni. De nem bánnád, ha megnyerik. Szilárd, te mit gondolsz a PSG-re árul? Ugye mondtuk, hogy Barcelonát a poénkodtuk rajta, hogy ők most sehol. De a szurkolói biztos nagyon örültek, hogy Messi csapata legyőzte a Real Madridot, ha már az nem is az ő csapatuk feltétlenül. Igen, most Manchester United fog érkezni ezzel, ahogy egy nemzetközi kimutatás alapján megállapították, hogy Fred már most több gólt lőtt, mint Messi, tehát 3-2-re vezet Fred, és akkor vissza is kanyarodhatunk erre. Jó, Messi nem játszott jól egyébként a Real Madrid ellen, tehát nem rajta múlt. Fred te nap 23 percet kapott, vagy mennyi 28-at a Leeds ellen, úgyhogy... Jó, szóval Paris Saint-Germain vagy Real Madrid? Real. Én azt mondom, hogy a nevek alapján Paris Saint-Germain, de amúgy Real Madrid. Reálisan Real figyelj, Madrid. Figyelj, az a Paris Saint-Germain nincs, és nem is lesz egy darabig jól összerakva, amíg csak a nevek is a lóvé számít. És csak az előrejáték. Jó, én viszont azt mondom, hogy a hétvégén kaptak a Nantes-tól egy hármast. Jó, ez igaz, a Dortmund kikapott a Rangers-t, aztán ugott hatott a Mönchengladbachnak, tehát vannak azért érdekes hullámzások a nagy csapatoknál is, viszont én azt gondolom, hogy a Paris Saint-Germain Realban számomra inkább a Real Madrid volt a csalódás, bár még európai mércével mérve is hihetetlen sebességű és jó színvonalú meccs volt egyébként, de a két edző meccs terve meg meccselési alapján én azért Ancelotti-nál azt érzem, hogy föl van adva neki most a lecke, egy gólos hátrány az azért nem kevés, még a Real Madrid számára sem a Paris Saint-Germain ellen, de a heti meccsekre rátérve gondolom úgy vagytok vele, hogy az Atletico azért tovább jut. Nem, most nem jut tovább, az biztos, tehát összögezzük le, hogy Manchester United-ben fog találkozni. Én egyébként jobban örültem volna, hogyha marad az eredeti sorsolás, ugye amikor a Paris Saint-Germain sorsolták ki nekünk, mert a meggyőződésem, hogy ez a Párizs, ez könnyebb ellenfél, még ha jobb csapat is, tehát jobb csapat, mint az Atletico, tehát senki ne gondolja, hogy hülye vagyok, és nem gondolom, hogy jó csapat, vagy nem jó csapat a Paris Saint-Germain, de ellenfélnek szerintem könnyebb a Paris Saint-Germain, mint főleg abban a helyzetben, amiben mi vagyunk most, hogy tényleg ilyen lesajnált kis csapatként tekintenek ránk, mint tudom én néhány évvel ezelőtt az Arzenálra. És oda szúrások még meg valami. Hát nem tudom, érdekes lesz az biztos Simeone és Rányik két megelőben eltélő habitusú, filozófiájú ember, de nyilván nagyon tisztelik egymást, úgyhogy ez egy jó összecsapás lesz. A Juventus szurkolók lelkiállapotára lehettem volna kíváncsi, amikor látták ezt a Sporting City-t. Ugye az elrontott sorsoláson először nekik húzták a Sportingot. Most ők ehhez képest mennek Villarrealba, ami nem tekinthető egy életbiztosításnak feltétlenül, de lehet, hogy aztán végén azt gondolják, hogy jó, hát végülis mindegy. De most pont a Villarreal kapott a hétvégén egy négyest?
Vagy ők nyert, nem. Na mindegy, de a Villarreal egyébként egy nagyon-nagyon jó csapat, nagyon jól összerakott gárda, sokkal nehezebb dolguk lesz a turinóiaknak, mint lett volna a Sporting. Mindenesetre a héten ugye Chelsea, Lille, Villarreal, Juventus, Benfica, Ajax, és itt jelzem, hogy az Ajax az én titkos favoritom, és az Atletico United mérkőzéseket rendezik, úgyhogy majd meglátjuk, hogy közülük ki szerez megnyugtató, vagy kevésbé megnyugtató előnyt. Mi pedig itt az adás vége felé, akkor most tényleg Fehérvárra visszatérve... Egy mondatot mondhatok még a... Hogy nem mondhatnám, kettőt is. Csak az adás időre figyeljünk. A múltkori Paris Saint-Germain meccs két dolgot nekem igazolt, hogy egy-egy játékos mennyire befolyásolt. Tehát a Real Madridban Vinicius Junior szerintem a legjobb futballistájuk, nem egy okos fiú, de rettenetesen hiányzott, ugyanakkor Mbappé bebizonyította, most ő a világ legjobb futballistája. Tehát itt a Ronaldo Messi sztoriban ő azért már elhagyta őket. Nyilván 15 év forja van velük szemben, de úgy gondolom, hogy az Mbappé, ahogy most futballozik, ahogy a labdához ér, nem csak a gólja miatt, egyáltalán, hogy ez a fiú az a világ előtt jár, mint úgy gondolom, hogy Mo Salah is szerintem a Messi és Ronaldo előtt jár, más nem a korából kifolyólag, hiszen 6-7 éve fiatalabb. Most már ez így van valószínűleg, az más kérdés, hogy valaha még egyszer lehet-e marketing szempontok alapján ennyire egy-egy párharcra fölhúzni az egész európai focit. Mondják, hogy Haaland meg Mbappé lesz a következő Ronaldo Messi, de te már mondtad, hogy ki lesz az új Haaland, tehát köszönjük szépen, innentől kezdve. Nem, hát az lesz a durva, volt csak egy gondolat, hogy ugye pedzegetik, hogy nyáron a Reálban összeállt a Mbappé, Haaland, Benzema támadó trió. Benzema azonnal megy, ő kikötötte, hogy amennyiben jön Haaland, akkor ő biztosan távozik, tehát ő nem meccsel a helyéért. De ez tehát... rasszizmus, nem? Ő azt mondta, hogy Mbappé jöhet, ha Haaland is jön, akkor biztos megy. Amit érthető is, mert három csatára azért ők se fognak minden meccsen támadni. Na jó, figyeljetek, 5 perc van még adásidőből, csak azt gondolom, hogy Triscsú Krisztina érdemel ennyit, mert őt akartam mindenképpen szóba hozni a mai adásban, hiszen bejelentett, hogy a szezon végén visszavonul. Főleg Tomi, illetve Laci sok kézilabda mérkőzést láttatok az elmúlt évtizedben, azt gondolom, hogy azért ő megérdemel egy főhajtást. Nyilván nem most, a mostani szezon meg ez az időszak a karrierének a csúcsa, de azért egy Fehérváron igazából ikonikussá vált játékosról beszélünk. De őt a Veszprémből hoztuk, ugye a Veszprémben volt egy feleségként jött, Zsenyának hívták, Lusnyikovnak volt a felesége, aki védekező specialista volt, és az ő párjaként érkezett, és ott edzett a veszprémi MB2-es csapattal, ahol német Gabi bácsi, a fehérvári utánpótlás vezető jelezte, hogy van egy nagyon tehetséges szőke kis oroszlány, aki alkalmas lehet a kézilabdára, és meglátták, és rögtön szerződést ajánlottak neki, de hát akkor alig, ha gondolta bárki, hogy egy 15 éves rendkívüli karrier veszi kezdetét. Az a durva egyébként, hogy tényleg, tehát még én is, aki, tehát ez egy olyan karrier, ami tulajdonképpen az én szemem előtt is bontakozott ki, és most zárul le, és ez nagyon furcsa dolog, mert ugye amikor ide kerültem, akkor Triscsuk már egy jó játékos volt, de mindig fiatal volt, még akkor nem volt válogatott, a honosítását én forgattam, de hogy... Mindent neki köszönöm. Nem ezt akarom, csak tényleg az, hogy azért ilyen ritka, vagy ilyen velem még nem volt, hogy és ráadásul Trissel még jóban is voltam, és amikor ellenfélként jött ide, vagy mi mentünk valahol, ő játszott, akkor tényleg mindig széles mosollyal, jókedvel tudta köszönteni az ember. Tehát én nekem nagyon fontos az, hogy amit én láttam a Triscsukon, hogy sosem volt ez az, aki elszálltam magamtól. Legalábbis velem szemben például soha. Emlékszem arra, hogy milyen alázatos munkát tett bele, amikor kvázi közölték vele kis túlzással a válogatottnál, hogy te akkor jössz a válogatottban, megtanulsz védekezni, és ugye Konkoly Csaba jött ide, és kezdte el őt nagyon-nagyon abban a fél évben forszírozni a védőmunkát, és lett belőle szerintem egy egészen jó védő, vagy védekezni tudó játékos ahhoz képest, hogy kis túlzás 5,5 méteren össze gubozva próbált meg védekezni, amikor itt elkezdte a pályafutást. Tehát egy óriási, a Fehérvárnak biztos, hogy az egyik legnagyobb játékosa volt. Én szerintem azért a válogatott szurkoló is jó szívvel emlékeznek rá. Én bevallom őszintén, nagyon bíztam benne, hogy lesz azért még egy szezon benne. De hát ez már ezt a döntést ugyanúgy, hozta ha már ugye említettük a foci legendákat, Szabó Józsit akár, aki Európai Kupa döntőben játszhatott a Vidivel, azért Triscsuknak is
a legnagyobb fehérvári kézilabda sikerekben szerepe volt, és én nyilván sokkal kevesebb meccset láttam, mint ti, nekem valóban az a, szerintem azért a eredeti nemzetiségéből is fakadó, kőkemény, akaratos és nagyon harcias játék az mindig feltűnt. Tehát ő egy igazi ilyen bele nem nyugvó típusú játékos, aki megy a falnak is fejjel, ha arról van szó, hogy kicsit még harcolik-e, küzdelik el a csapatért. Úgyhogy hát biztos nagyon fog hiányozni a kérdés, hogy valaha lesz-e még ilyen klasszis a Fehérvárnak, mert hát ugye azért jó lenne látni majd. A nagy sikerekben nem volt szerepe, ő később jött az EHF Kupa győzte csapatnak, nem volt tagja, ő Dunai Várossal nyerte EHF Kupát a Metzingen ellen Veszprémben, ott volt a meccs legjobbja az idegenben és a hazain is, tehát az volt az ő élete két mérkőzése. Így van, köszönöm szépen, és hát neki is köszönjük, meg természetesen sok sikert kívánunk a pályafutása, illetve pályafutása utáni életéhez is, illetve még hátra lévő mérkőzésekhez. Nektek köszönöm, hogy ezt is megbeszélhettük, és akkor jövő héten pedig majd folytatjuk immár idegen belőtt gólok után, nélkül további eredményeket boncolgatva. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Choose your character.